Az Aszódvárosi Kulturális Központ munkatársai igyekeznek minél nagyobb részt vállalni a város és a járás kulturális és művölődési közéletében, ezért idén első alkalommal hirdettek helytörténeti vetélkedőt a galgamenti lakosság számára. Az idei vetélkedő témaköre a podmanickiak Aszódon. Most az ötlet az onnan jött, hogy egy örökségvédelemmel is foglalkozó intézmény számára mindig nagyon sokat jelentenek a tradíciók, nagyon sokat jelentenek a hagyományok, és azok a programok, amik éveken, esztendőkön, esetleg évtizedeken átívelhetnek. Hasonló rendezvényünk van, említhetném rögtön a Petőfi Szavalóversenyt, amely immár a 40. esztendejébe lépett az idei alkalommal. Ez jövő héten kerül megrendezésre. És ugyanilyen rendezvény a Honismereti Akadémia, amelynek idén lesz a 9. alkalma, hogy megrendezésre kerül. És úgy gondoltuk, hogy egy hasonló kvalitású, hasonló érdeklődési körű és minőségű rendezvényt szeretnénk elindítani útjára, amelynek apropóját most a témát illetően az adta, hogy idén ünnepli azt a 300 éves évfordulót, azt a 300. évet, amikor is a podmanickiak birtokába jutott Aszód városa. Ugye ekkor lépett házasságra Osztroluczky Judit és Podmanicky János, és ennek a házasságnak volt az egyik hozadéka a Podmanicky család számára az aszódi település. Innentől keltezhetjük, hogy az aszódiak megérkeztek Aszódra, és ez egy olyan remek évforduló, ami méltó arra, hogy megünnepeljük. Így jött az az ötlet is, hogy az első ilyen helytörténeti vetélkedőnek ez legyen a témája. A törökkor dúlásainak hatására elnéptelenedő Aszódon és környékén a 18. században német iparosok, a házassága révén aszódi birtokossá váló Podmanicky Jánost a felvidékről követő evangélikus földművesek, valamint cseh és Morvaországból származó zsidók telepedtek le. A podmanickiak másfél évszázados virágzó gazdálkodása alatt 1761-ben Aszód mezővárosi kiváltságokat, a család 1782-ben bárói címet érdemelt ki az uralkodótól. A vetélkedőt három fordulósra tervezzük, kettő levelezős és egy helyi fordulót szervezünk. A helyi fordulót intézményünk könyvtárában fogjuk megszervezni. Négy kategóriában hirdettük meg a vetélkedőt, alsós korosztály, felsősök, középiskolások, illetve felnőttek számára. Három fős csapatok jelentkezését vártuk, azonban a felnőtteknél tettünk egy kis kedvezményt, ugyanis egyéni jelentkezők részvételét is elfogadtuk. Kik jelentkeztek eddig? Hát eddig nagyon vegyes volt a jelentkezőknek a csoportja és a korosztálya, ami nagy örömünkre szolgál, és ezúton is szeretnék biztatni minden civil szervezetet, szinte minden korosztályt az óvodástól a nyugdíjas klubokig, hogy bátran jelentkezzenek, hiszen a feladatlapok úgy kerültek összeállításra, hogy minden korosztály megtalálja a saját maga feladatlapját, így nem okozhatnak nagyon nagy nehézséget a kérdések. Amit külön ki szeretnék emelni, hogy a Domonyi Nyugdíjas Klubból is jelentkezett egy nagyon lelkes csapat, akik már birtokba is vették a könyvtárat és a helytörténeti könyveket. Így készülnek, megosztották maguk között a feladatot, úgyhogy nagyon lelkesen készülnek. Amit még szeretnék kiemelni, az pedig az egyik iskolai csapat, akik iskolának elküldtünk egy jelentkezési lapot, ott a pedagógusok döntöttek úgy, hogy ők maguk fognak jelentkezni, és megmérkőznek a felnőtt kategóriában. Március 2-án hirdettük meg a vetélkedőt, pontosabban akkor küldtük ki az első feladatlapokat. Előtte való héten vártuk a jelentkezést, levélben, illetve e-mailben tudósítottuk a helyi iskolákat, különböző klubokat, hagyományozó csoportokat erről a vetélkedőről, akik ugyancsak e-mailben, levélben jelentkeztek. Március 20-áig várjuk az első forduló feladatlapjainak, illetve a kreatív feladatoknak a beérkezését. 23-án fog megjelenni a második feladatlap, illetve akkor fogjuk kiküldeni, aminek a visszaérkezési dátum április 10-e, a helyi fordulóra pedig április 24-én kerül majd sor. Hogyan fog lezajlani a helyi vetélkedő?
A középiskolás és felnőtt csoportnak irodalomkutatás lesz főleg, valamint a középiskolásoknak internetes feladatok is. Az általános iskolásoknak, tehát az alsósoknak és a felsősöknek játékos formában szeretnénk egy kicsikét közelebb hozni a podmalickiakat, tehát activity-től elkezdve nyomozásig, tehát ilyen játékokban gondolkodunk. Milyen feladatokra számíthatnak a résztvevők? Hát mindenki a korosztályához mért feladatot fogja megkapni, tehát nyilván az óvodások és az alsósok azok zömmel a kreativitásra épülő alkotó feladatokat kapnak, és a felsősök, gimnazisták már egy picit mélyebb történelmi ismeretekkel rendelkezőt, vagy helyismerettel rendelkező kérdéseket kapnak. Természetesen lehetetlen, nem kívánunk senkitől, tehát mindenki meg tudja válaszolni. Lehet még jelentkezni erre a vetélkedőre? A vetélkedő nyitott, a kollégákkal megbeszéltük, hogy április 10-ig nyitva hagyjuk a jelentkezést. Az első galgamenti helytörténeti vetélkedő részleteiről, valamint a szervezők elérhetőségéről az intézmény honlapján tájékozódhatnak, melynek címe www.avkk.hu.